Eredetileg a levéltetvek elleni természetes fegyverként hordták be az első harlekin katicákat Európába, a kísérletek viszont nem sikerültek túl jól. Az invazív rovarok ugyanis miután minden levéltetőt megettek, egyszerűen új táplálék után néztek, és elkezdték ellepni a kontinenst. Nem volt nehéz dolguk, errefelé ugyanis nincs természetes ellenségük. Ezért is van nagy probléma, és ezért félünk, hogy most is a bogár már ide bekerült természetes úton terjedéssel, és ez a szaporodás megállíthatatlannak tűnik. Nem tudunk vegyszeresen se védekezni, mert mi ellen ugye más hasznos fajok is elpusztulnak. A növényeket se tudjuk olyankor kezelni, amikor már ugye érőfélben vannak. A harlekin katicák az elmúlt években egyre több ember mindennapjait nehezítik meg, nem csak mert, hogy a hideg elérkeztével ellepik a városokat, hanem mert csípni is tudnak, és ha hozzájuk érünk, akkor mérgező büdös váladékkal reagálnak. Nehéz a védekezés, ugyanis vegyszert és egyéb olyan hatású toxikus anyagot bevinni a lakásba nem kellene, tehát az abszolút nem javasolt, hanem porszívózással lehetne őket összesöpörni, illetve hát összegyűjteni, a porzsákot pedig megsemmisíteni valami módon, vagy széttaposni, vagy elégetni. Az elégetés lenne a legjobb, mert ott utána nem marad semmi. A harlekin katicák ellen tehát egyelőre nincs igazán hatásos védekezési mód. A vegyszerek helyett valószínűleg egy másik rovar jelenthet majd megoldást, azt viszont még keresik a szakemberek, hogy milyen állat enné meg ezeket a katicákat.